Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mint minden szombaton megtelik élettel a Jancsár kerti biopiac, de most teljesen másokból, hiszen 6. alkalommal rendezik meg a Kolbásztöltő Fesztivált a Jancsár kertben. Vendégem pedig Schulz György, a Jancsár kert piac és közösség egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Jó estét kívánok. Ez egy nagyon hagyományos és egy fantasztikus, színes, változatos programokkal kísért rendezvény. Én azt gondolom, hogy a Fehérvári Polgárok Egyesületével közösen most már olyan tradíciója van, hogy várjuk a disznóvágás ünnepét, illetve hát a kolbásztöltő versenyt önmagában. Menjünk egy kicsit vissza a múltba, honnét jött a gondolat, hogy sikerült ezt megvalósítani, hiszen azt tudjuk, hogy most már nagy, tényleg várjuk. Eredendően már a múlt homályában vész az, hogy kinek az ötlete volt, de egymás között, amikor a Fehérvári Polgárok Egyesületével beszélünk, most már ez nem is téma. Tehát a lényeg az, hogy ugye a Jancsár kert piac és egyesület, piacegyesület zászlójára tűzi a gasztrahagyományok ápolását, és mindig is a piacok rendszere szombati megtartása mellett fontosnak tartottuk, hogy a gasztroterületen valamilyen érdekességet, információt, ismeretet, élményt hozunk el a városiaknak. Székesfehérvár egy 100 000 lakosú város, többeknek nincsenek falusi vidéki gyökereik. Megjegyzem, én is ilyen voltam, mikor Budapestről ide kerültem, és ösztöndíjjal elhelyezkedtem egy vállalatnál, akkor úgy kikönyörögtem azt, hogy egy kollégám meghívjon engem egy disznóvágásra, és ott vehettem részt először egy disznóvágás eseményen is magának a feldolgozás folyamatában is. Tehát úgy gondolom, hogy többen lehetnek ezzel így, és ezt a gasztroélményt szeretnénk elhozni itt a 100 000-es nagyváros közepébe. Évről évre egy rendezvénysátrat állítunk fel erre az alkalomra, ebbe a rendezvénysátorba 20 csapat férve. Ez már a 6. alkalom, de természetesen mindegyik alkalom más és más volt. Így van. Az gyorsan kiderült, hogy van létjogosultság a Székesfehérváron ennek a egészen különleges gasztronómiai élményen, azt mondom. Én figyeltem, hogy ott vannak kicsik, nagyok, családok, nagymamák, nagypapák, akik visszatekintenek a múltba, adott esetben gyermekek, akik először látnak ilyet, hiszen a polcokon sorakozó kolbászból nem tudják megállapítani, hogy miként készül. Ugyanakkor az fontos, és te magad is mondtad, hogy itt ugye az őstermelők egymásra találnak a vendéglátósokkal egyik oldalról, a másik oldalról pedig megvan a piac szerkezete is, hiszen a kézműves élelmiszerek maradnak nyilván. Igen, kiegészítjük ezzel a Kolbásztöltő Fesztivállal, és megjegyzem zárójelben, hogy az év során több más rendezvényünkkel az alaptermelői és biopiacot, hiszen az a célunk, hogy minél többen megismerjék így az egészséges táplálkozás alapjait, a termelős biopiacon kapható egészséges élelmiszereken és italokon keresztül. Ezért vannak azok, hogy a szombati napokra szervezzük ezeket a rendezvényeket is, mint most a kolbásztöltőt, vagy említhetném az egészségpiacot, vagy ősszel a termelői mustrát, a megyei vásárt. Igen, valóban nagy élmény így végignézni a sátorban ilyen alkalmakkor. Most is például, ha belegondolok, lesznek külföldi csapatok, Horvátországból érkeznek, Szerbiából érkeznek csapatok, lesznek egészen fiatalok, fiatal egyetemisták, a GU-ból érkezik egy csapat, lesznek, akik már több alkalommal részt vettek, egy kicsit idősebbek, szépkorúak, van egy hölgycsapatunk is. Tehát szinte ilyen szociológiai értelemben a társadalom teljes keresztmetszetét hozzá, és ugye hozza mindenki a saját receptjét és a saját ízvilágát. Ettől is lesz mindig egy kicsit más és más. Most például egy csapat bejelentette, hogy ő áfonyás fehér kolbász fog készíteni, mert ez nekik nagyon bevált és nagyon ízletes, és szeretnék, hogy mások is. Igen, ezt, hát a székelyföldi feladat, helyit eszem, helyittől veszem, mert helyén az eszem, az itt is bejön. Egyébként az áfonyás kolbász nagyon finom, én ezt tapasztalatból, igen, Székelyföldön, Csík környékén, tehát Csíkcsomortán, Csíkpálfalva környékén ez elterjedt, és valóban jó. No de, ugye a biopiac lényege, hogy a gasztronómiai különlegességek ide vagy oda, az egészséges életmód jegyében. Tehát az őstermelők is erre valók.
és felfigyeltem egy mondatodra, hogy a Kolbász Fesztiválról azt mondod, hogy ez igenis az egészséges életmód része, mármint az igazi paraszti házi kolbász. Valóban így van. Ugye a napjainknak jellemzője az, hogy szinte forradalmi módon az emberek elkezdtek a saját egészségükkel foglalkozni, és részben jobban megismerik magukat, hogy mire érzékenyek, milyen táplálékok esnek jól, milyen táplálékok fogyasztását tudják szívesen fogadni. Másrészt pedig tudatosan arra fordulnak abba az irányba, hogy milyen összetételű, milyen eredetű élelmiszereket, italokat vásároljanak. Ez, és meg a mozgás is ide tettem. Tehát ez számomra egy nagyon karakterisztikusan kirajzolódó trend az elmúlt években, hogy igenis egyre többen vannak, akik a saját egészségük megóvása, fenntartása érdekében rájöttek arra, mondjuk az vagy, amit megeszel mondás, szólás értelmében, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen összetételű, milyen eredetű, mennyi adalékanyagot vagy vegyszertartalmazó élelmiszert fogyasztanak, és de minél közelebb megyünk egy háztáji gazdasághoz, minél közelebb megyünk a termelés helyéhez, annál nagyobb valószínűsége van, mondjuk éppen csak a rövid szállítási távolság miatt is, hogy ezek a pár óra alatt a piacra a termőföldtől vagy a gazdaságból átkerülő termékek kevesebb tartósítószert vagy adalékot tartalmaznak. És ezt tapasztalom, hogy ugye most már 5. éve működik ez a piac, hogy egyre többen vannak, akik ezt felismerik. Mi meg elősegítjük ezt a folyamatot például azzal, hogy tanyalátogatásokat szervezünk. Tehát nem csak itt lehet találkozni nálunk a piacon a termelőkkel, hanem el is lehet látogatni, vagy akár szervezett módon el lehet látogatni a tanyákra is megnézni. Igen, lásd Orontpuszta, ahova ezen a hétvégén mennek egyébként a kollégáim. Orontpuszta méltán híres, egyrészt a befogadók szakmai tudása is elismerésre méltó, másrészt pedig ott valóban megvan minden, ami az egészséges életmódot és a hagyományos magyar étkeket jellemzi. Egyesületünk a nyár folyamán 200 szociálisan rászoruló gyermeket, illetve fogyatékkal élőt vittünk ki Orontpusztára, illetve Pátkára, egy másik tanyára, és ott mutattuk be nekik, hogy élnek az állatok, milyen egy háztáji gazdaság, milyen egy tanya szerkezete, hogy készülnek az egészséges élelmiszerek, táplálékok, és vendégül láttuk őket. Tehát igenis szeretnénk még szorosabbá fűzni a termelők és a vásárlók közötti kapcsolatot. Ez egy fontos cél. Ezt ebben az évben is folytatnánk. Egy nagy fába vágtuk a fejszénket. Szeretnénk Fehérvári Családi Életmód Fesztivált szervezni az ősz folyamán, amikor a testi egészség mellett, és a testi egészségen nem csak az egészséges táplálkozás, az egészséges élelmiszerek fogyasztását értem, hanem a mozgást is, a szabadidő természetben való eltörtését, különböző mozgásformákat, hanem ezt kiegészítjük a lelki egészséghez tartozó egyéb szolgáltatások, termékbemutatókkal, vagy állapotfelmérésekkel és szűrésekkel. Tehát egy testi-lelki egészséget javító rendezvényt tervezünk, amelyet egy családi életmód fesztiválnak nevezünk el, mert a családot tartjuk a legfontosabb mikroszínnek, ahol ezek a tényezők tehát a leghatékonyabban találkozhatnak. Ebbe tartozik az is, hogy környezetbarát módon én egy család. Igen, a sajtótájékoztató mondtál egy érdekeset a környezetünkről, az általunk szennyezett és nem kellően megbecsült környezetről. Ezt igen, amikor a csomagolás technikáról, meg a többiről beszéltünk, igen, hogy mire fogtok az idén különösen figyelni? Hát kicsit anakronisztikusnak tűnik az, hogy egy hagyományos magyar gasztrofesztivál, mint egy kolbászfesztivál, elkezdjük hangsúlyozni a műanyagok kiváltásának a fontosságát, és
lépéseket szeretnénk annak érdekében tenni, hogy a csapatok is, az árusok is minél kevesebb műanyagtányért használjanak, minél kevesebb műanyagpoharat, szívószálat, tehát hogy számozzuk a műanyagot erről a rendezvényről is. Lehetőleg minél zöldebb legyen ez a fesztivál, és nagyon figyelnénk arra, mondjuk ez egy természetes dolog, de megpróbáljuk elvinni a csapatokhoz, hogy szelektív gyűjtsék majd a hulladékot, és a végén a fesztivál zárását követően akkor nálunk már külön gyűjtve jelenjenek meg ezek a hulladékok, meg elősegítve ezzel is az újrahasznosításokat. Tehát ez a piacnak egy stratégiai célja és cselekvési tere egyúttal, hogy az árusainkat elősegítsük akár az Egyesület anyagi eszközével arra, hogy minél kevesebb műanyagot használjanak. Persze nem egyszerű, gondoljunk bele a zöldséges, egy zöldséges pultra, ahol nagyon sokféle terméket szeretünk műanyagzacskókba kettesével, hármasával bedobálni, vagy egy savanyús standjára, ahol nagyon sokfajta árut kell kis mennyiségben szétcsomagolni, de tulajdonképpen maguk a vásárlók is, akik irányítanak és formálják a mi nézeteinket, mert ha valaki, és nagyon sokan kosarakkal jönnek, vagy saját dobozokat hoznak már otthonról, és ezekben a dobozokban kérik a sajtot, vagy akár a zöldséget, vagy a kenyeret már egy textil zsákba kérik, és mindezt belepakolják a saját kosarukba, ez visszaad az árusoknak a hozzáállására is. Tehát formálja magatartásokat, hogy igenis gyors lépéseket kell tennünk. De nyilván valahol el kell kezdeni. Igen, és igen. Nyilván gondolkozz globálisan, mert ez világszerte probléma, cselekedj lokálisan, próbáld meg itthon először is elérni ugyanezt. Én azt hiszem, hogy ez egy jó út mindenképpen. Viszont még nem beszéltünk a kísérő rendezvényekről, hiszen azt megszokhattuk, hogy vannak sztárvendégek. Fekete Lacival én például magam nagyon jókat beszélgettem, de aztán ott voltak Kovács Saciék, az elmúlt esztendőben, őt Tusa világbajnokunk, Demeter Bencével várhatunk-e idén? Zenekarok vannak, tehát a jó hangulatról azt hiszem, hogy gondoskodtok. Igen, a 9 órás köszöntő és megnyitó előtt autentikus népzene lesz, amelyben tekerőt, ütőgardont lehet majd hallani, nagyon szép összhangzású népzenét fogunk hallani. A megnyitót, köszöntőt, a zsűri tájékoztatását követően pedig megjegyzem, hogy a megnyitót polgármester úr tartja nagyon megtisztelő számunkra. Tehát ezt követően pedig átmegy az egész hangulat egy mulatos hangulatba. Részben hát a színpadról végig mulató zene fog hangzani, illetve a Lecsó Fesztiválon már Fehérváron megismert Marching Jazz Band, egy utcai zenész csapat fog járni a Gasztró utcában, illetve a Csarnokban, illetve a Csarnok előtt. Igen, ez egy csoda csapat, ismerjük őket. És zenélnek majdként. Tehát ez jellemzi a mostani kínálatunkat, ami a zenei kínálatot jelenti. No, egyébként pedig egy ilyen, ahogy a Lecsó Fesztiválon is elmondjuk számtalanszor, hogy a részvétel a fontos, ez tényleg egy olyan, mint egy olimpia, nagyon jó a díj meg, és az elismerés, de az a legfontosabb a hangulat, tehát az, hogy egymásra találjanak a csapatok, jól érezzék magukat, de azért elengedhetetlen a szakmai zsűri, tehát az a grémium, aki meghatározza, hiszen most is lesz hagyományos verseny, ahogy tudom, tehát hagyományos kolbászok, és a különleges ízvilágot szeretők. És ebben ugye mérvadó, ami két nagyszerű barátunk, Paminger Ede, a zsűri elnöke, a Királyi Város ízmestere, illetve Grenyoszki Károly. Igen, igen. Karcsiról még annyit kell tudnunk, hogy ő nemzetközi mesterszakács, tehát ők ketten valóban a szakma magyarországi csúcsát jelentik ebben a kategóriában, és még Boda Janit ide sorolnám, aki tiszteletbeli zsűri tagunk, de ezúttal nem tud eljönni egészségi állapota miatt, ahogy ő mondta, hogy még javítgatnak rajta az orvosok, tehát nem tud személyesen részt venni. Ezúttal is kívánunk neki jobbulást mindenképpen, hiszen szeretjük őt. Igen, ez valóban, tehát egy közösségépítés, ez az egész rendezvény, egy fehérváriak számára, a kilátogatók számára, a csapatok számára,
egy közösségépítés. Lehetnek ezt kisebb értelemben is venni, hogyha egy vállalati kollektíva tölt kolbász, akkor mint egy vállalati tréningnek is felfogható a maga minden előnyével. De hát itt összességében a délelőtt folyamán 2000 embert várunk, tehát 2000 fehérvárinak, Fehérvár környékének egy nagyon jó közösségkovácsoló eseménye tud lenni. A rangját egy kicsit tükrözi az, hogy nagyon sok külön díj felajánlás érkezett hozzánk, lesznek külföldi utak, és ahogy említetted, a csapatok számára a részvétel miatt egy külön kérdés lesz az, hogy valóban lesz majd első, második, harmadik helyezett, de a 20 csapat számára fogunk hát legalább 20 külön díjat kisorsolni. Helyes, ez így van rendjén. Én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus történet, és aki még nem döntött, kedves nézőnk, hogy mit tegyen, bár egyébként a fehérváriak nagyon sokan járnak ki egyébként is, most azért külön erre az eseményre biztos, hogy sokan kíváncsiak lesznek. Viszont, ha már ott tartunk, hogy egyre népszerűbb a biopiac, a Jancsár kertben új dolgok vannak születőben, még kicsit félve mondom, hiszen ez egy nagy álmod. Valljuk meg, hogy az infrastruktúra szempontjából némiképpen idejét múlt, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, a piac, függetlenül attól, hogy ami fantasztikus, ami benne van. És úgy tudom, hogy elindult az a folyamat, amit már a régi álmod, hogy megújulhat a piac. Hol tartunk a tervekben most? Valóban ez egy legalább 60 éves épület, még korombeliek is gyakran emlegetjük, mint egy autóalkatrész boltot, ez volt eredetileg, ennek épült ez az épület még a 60-as években. Magyar tulajdonosai vannak az épületnek, kiváló emberek, országosan egy áruházaláncot üzemeltetnek, és 50 áruházból áll ez az áruházlánc, amelyet üzemeltetnek, egy van Székesfehérváron belőle. Tehát egy nagy cégről van szó, mely nem csak mennyiségében vagy nagyságrendjében nagy, hanem minőségében is, hiszen több egyszer elnyerte a 1000 fős cégek kategóriájában a legjobb munkahely díját, és a dolgozók szavazatai alapján. Tehát ezt a 6000 négyzetméteres ingatlant, ezen levő, meglevő épületet ők fogják fejleszteni. Hát el kell fogadni, hogy ennek a nagy vállalatcsoportnak időre van szüksége, hogy kérlelje a fejlesztés irányát, nagyságrendjét. Azt látjuk, hogy ez lesz az első zöldmezős vagy saját erős teljes beruházásuk, amelyet végrehajtanak. Az eddig 50 olyan volt, hogy bevásárlóközpontokban béreltek, vagy kaptak készen csarnokrészeket, amelyeket a maguk képére rendeztek be. Tehát most a számunkra nagyon megtisztelő volt, és hát tulajdonképpen hálásak lettünk azért, hogy felismerték a termelő biopiac értékeit bennünket, ezen a 6000 négyzetméteres ingatlanon ezt a jelenlegi csarnokunkat felújítják, korszerűsítik. Ez egy nagyon modern csarnokrész lesz, és mellé építik a maguk öko áruházát. A csomagolt élelmiszerek mellett, a csomagolt háztartási cikkek mellett nagyon sok öko termék kapható, akár ez a fehérvári boltjukban is, az Aerofamily boltban megtekinthető, akár az új boltukra is ez lesz a jellemző. Tehát nem lehet majd ráismerni egy év múlva arra a területre valóban, most egy kicsit szociál kinézetű, de hát, ha a tervek úgy valósulnak meg, ahogy a tulajdonosok szeretnék, akkor ez Fehérvárnak egy ékessége lesz, egy ékköve. Tehát marad a földszintes épületben a piac, igen, nyilván igen. A körülmények azért komfortosabbak hát, lesznek. Például lesz fűtés, hát én apróságot. Igen, lesz fűtés például. Tehát árusoknak, vásárlónak egyaránt, ugyanakkor úgy tudom, hogy a jelenlegi piac mögötti területet is hasznosítjátok. Hát a parkolásnak a jelenleg is meglevő előnyeit szeretnénk fenntartani, ezért minden területet, vagy zöld területnek, vagy pedig parkolónak fognak kialakítani. Hát említem azt a közel 400 négyzetméteres épületszárnyat, amely teljesen újonnan fognak ezt hozzáépíteni, merőlegesen a jelenlegi épületszárnyra, ki a Balatoni út felé. Tehát ez látványában, kényelmében, kulturáltságában, színvonalában, és egy nagyon modern
bevásárló, magyar, egy magyar bevásárló központ lesz, ahol nagyon jól kiegészítik egymást majd a csomagolt élelmiszerek, csomagolt ökotermékek, háztartási cikkek. Ugye ez az áruházlánc arról híres, hogy kedvező áron árusítja a termékeit, és mi pedig továbbra is biztosítjuk a friss, magyar, közelről származó termelőktől, háztájgazdaságból származó friss termékeket. Igen, tehát a friss napi termékek, tejtermékek, húsok, zöldségek, hiszen ezt követően naponta már a piac nyitva lesz, eltérően az eddigi csak szombati nyitvatartástól. Tehát alkalmazkodva majd az új áruháznak a nyitvatartásához a biopiac is naponta minden nap nyitva lesz. Fix üzletekkel, a megszeretet és a kedvenc termelőktől, illetve alkalmanként kiegészülve egy-két piaci napot még kikiáltva, alkalmazkodva a vásárlók igényeihez. A főállásban máshol dolgozó, de hozzánk szombatonként érkező termelőkkel. Nyilvánvaló. Tehát marad az eddigi rend, csak kiegészül a mindennapos nyitvatartással, ezt örömmel üdvözli minden székesfehérvári, bizonyos vagyok benne. A másik pedig, hogy ugye, ahogy említetted, azok a kiemelt rendezvényekre továbbra is számíthatunk, amelyeket eddig jellemezték a piacot. Hát én köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy akkor hajrá, jó munkát hozzá. Köszönjük. Mikor kezdődik az építkezés? Ez az, amit nem lehet tudni, hiszen csak a felsorolásszerűen szűk kapacitások vannak még a egyes kiviteli terv részek elkészítésében, az építőanyagok elkészítésében, tehát merészség lenne időpontra. Idején el fog kezdődni a beruházás. Rendben, köszönöm szépen. És akkor tehát hajrá, kedves nézőink, Sósz Györgynek köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm. Kedves nézőink, tehát Kolbásztöltő Fesztivál immáron hatodszor a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület, illetve a Fehérvári Polgárok Egyesülete rendezésében 9-kor kezdődik Cserpalkovics András polgármester úr megnyitójával, és egész nap színes, változatos programok várják önöket, és természetesen a hagyományos magyar kolbász semmihez sem hasonlítható íze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!